Hétvégi viharkárok, Bujon 5 ingatlan vált lakhatatlanná, 13 ember elhelyezéséről kellett átmenetileg gondoskodni. Jön a digitális állampolgárság, 2026-ra már semmilyen igazolványt nem kell magunknál tartani. Szokatlan időpontú tárlatok. Éjszakában nyúlóan lehetett részt venni különböző kulturális intézmények kiállításain és programjain a múzeumok éjszakáján. Jéggel, nagy mennyiségű csapadékkal, erős széllel érkezett a vihar szombat este Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyébe. A legjelentősebb károk az Ibrányi járásban történtek, Bujon 5 ingatlan vált lakhatatlanná, 13 ember elhelyezéséről átmenetileg gondoskodtak. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! A hétvégi vihar miatt a katasztrófavédelemhez 40 településről összesen 325 segélyhívás érkezett. A mentőegységek 122 fővel és 38 járművel vettek részt a kárfelszámolásokban. Elsősorban nagy mennyiségben összegyűlt csapadékról, fakidőlésekről és megrongálódott tetőszerkezetekről, sérült épületekről érkezett jelzés. A kárfelszámolás hétfőn is tartott, több ingatlannál még szükséges volt a tűzoltói beavatkozás. Kaptunk takarófóliát, és próbáljuk azt elérni, hogy míg szárad a fal, addig nem rárakni, mert azt mondták, az nem szabad. Viszem! És akkor most megpróbáljuk kicserélni, amit még lehet, meg azt csináljuk, amit a szakemberek mondanak. Többnyire az ilyen palatetős házakban okozott jelentősebb kárt a szombatesti vihar. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, Ibrányban és Bujon helyenként tojásnagyságú jég rongálta meg az ingatlanokat és a szabad ég alatt parkoló autókat. A kárfelszámolások még hétfőn is javában zajlottak, hiszen szombat este jelentős mennyiségű csapadékkal, jéggel és erős széllel érkezett a vihar Szabolcs-Szatmár-Berekbe. A legjelentősebb károk az Ibrányi járásban történtek, Búj és Ibrány településeken. 24 óra alatt, mondhatni szombat estétől vasárnap estéig 325 segélyhívás érkezett a vármegyei katasztrófavédelem művelet irányító központjába csak a viharkárokkal kapcsolatosan. Elsősorban ugye nagy mennyiségben lezúduló és összegyűlt csapadékvíz miatt, kidőlt fák, valamint sérült házak, tetőszerkezetek miatt 40 településről érkeztek bejelentések Szabolcs-Szatmár-Berekből. Csak Bujon 5 ház lakhatatlanná vált, és ugye a kárfelmérés, a kárfelszámolás az folyamatos, tehát lehet, hogy több ingatlan is érintett lesz. A katasztrófa védelem dolgozói itt már Ibrányban igyekeznek fóliával védeni a megmaradt tetőszerkezetet. Trencsényi Imre, Ibrány polgármestere elmondta, igyekeznek minden károsultnak a lehető leghamarabb segítséget nyújtani. Nagyon sok segítséget kapunk mi is a katasztrófa védelemtől, a kincstártól, a helyi védelmi bizottságtól, de azért azt elmondhatom, hogy első körben, első kézben mindig az önkormányzatot, a polgármestert keresik meg a problémájukkal az emberek. Hát először is tegnap egész nap kárelhárítás folyt, ahogy említettem, szivattyúztunk, illetve néhány önkormányzati intézmény tetőszerkezetét be tudtuk fejezni, és több lakást is elkezdtük. Hát ezt ma folytatjuk, mindenkinek a problémáját meghallgatjuk, azt rangsoroljuk, attól függően, hogy milyen nagyságrendű problémával állunk szembe, és fokozatosan haladunk itt a mellettem lévő tűzoltók segítségével, illetve kaptunk még az önkormányzat helyi gazdasági és műszaki ellátó szervezetén kívül Ibrányi kötődésű ácsmesterektől is segítséget, tehát egyszerre 3-4 helyen tudunk beavatkozni, és fokozatosan próbáljuk a károkat enyhíteni, csökkenteni, megszüntetni. A rövid idő alatt lezúduló eső és jég nem csak a lakó épületekben tett kárt. Több gazdálkodó éppen betakarítás előtt álló gyümölcsöse ment tönkre. A megy ebben a kertben is vastagon beteríti a fák alatti talajt. Hasonlóan nagy a kár az almás kertekben. Továbbá a gabonaféléket, a kukoricát és a napraforgó földeket sem kímélte a szélsőséges időjárás. Ez egy 3,5 hektáros terület, ahol most vagyunk. Ebből 1,5 hektár alma, 1,5 hektár szilva, és a többi megy. Sajnos a megy a 100%-os kárt szenvedett, az teljesen leverte a jég, az almára és a szilvár is, és azt mondom, ilyen 90%-os kár, mert a nagy része a földön van, és ami pedig a fán maradt, az nagy része ekkora ütéseket kapott, az sajnos nem sokára le fog hullani, és a többi esetleg épszemeket is el fogja rohasztani, mert a területre nem lehet most rájönni, hogy egy rezes permetezést kapjon, akkor a
vízmennyiség található rajta, több mint 100 milliméter esőtől, hogy kell várnunk kb. Egy hetet, hogy ez felszívja a talaj, úgyhogy az addig sajnos tönkre fog menni még az esetleg épp szemek is. Úgyhogy itt több mint 10 milliós kár keletkezett. Az ehhez hasonló több millió forintos káresetek esetében a gazdálkodók élhetnek az állami kártérítés lehetőségével. Veszteségeiket ez azonban teljes egészében nem fedezi. Már letölthető a digitális állampolgárság program mobil applikációja az okostelefonokra. A rendszer célja, hogy két éven belül minden az állammal és a közszolgáltatókkal kapcsolatos ügyintézést az okostelefonunkon keresztül is el lehessen végezni. Az első funkciók szeptembertől lesznek elérhetőek. A digitális állampolgárság bevezetését 2022-ben jelentette be a kormány, tavaly pedig törvénybe iktatták. Az ehhez szükséges mobiltelefonos applikáció, a DAP, már letölthető, sőt 2024 május közepétől már előregisztrálni is lehet, amihez nincs szükség sok mindenre. Személyazonosító okmányt, ami azt jelenti, hogy személyigazolványt, vagy jogosítványt, vagy útlevelet, és plusz lakcímkártyát, és ez kb. 2 percet vesz igénybe egyébként formányadagban. Tehát nagyon rövid, nagyon gyors. Az előregisztráció célja, hogy aki bármilyen ügy miatt bemegy egy kormányablakba, az egyúttal ezt is el tudja intézni. Ezután már nem szabad letörölni a telefonról az alkalmazást, különben újra kell majd regisztrálni. Az első funkciók szeptembertől lesznek elérhetőek. Lesz lehetőség egy elektronikus aláírás megszerzésére, innentől kezdve bármilyen szerződést elektronikusan alá tud írni az állampolgár. Korábban ugye jellemzően papíron végeztünk szerződés aláírásokat, most a jövőben egyébként elektronikus formában is megteheti, ez jogilag ugyanolyan bizonyító erejű lesz az aláírás, mint egyébként papíron. Ez az egyik legnagyobb funkció, vagy legnagyobb újdonság az állampolgárok számára. Egyébként lesz benne még pár egyéb, például lehet digitális erkölcsi igazolványt igényelni, ugye Magyarországon ez a legtöbbet igényelt ilyen eseti okmány, ezért választottuk ezt, hogy ugye lehetőleg legtöbben így digitális és formában tudják majd ezt igényelni. Egyébként ez lesz Magyarország első digitális okmánya valaha, tehát korábban ugye papír alapú, illetve ilyen kártya alapú okmányok léteztek, úgyhogy számunkra ez egy nagy mérföldkő. Lesz lehetőség kormányablakokba időpontot foglalni az alkalmazáson belül, ugye ez is egy olyan dolog, amit nagyon sokan továbbra is szeretnek, illetve használnak, úgyhogy ezt is ugye beemeljük a funkciók közé. Lesz lehetőség az összes személyes adatomat egy helyen áttekinteni, tehát a mobil alkalmazásban szépen a tajkártyától, a személyadatoktól, az adóazonosító számon át mindent feltöltünk, onnantól ez az állampolgároknak nem kell ezt keresgélni, ha egyébként el kell küldeni mondjuk az ügyvédnek, vagy valamilyen okmány, vagy valamilyen nyilatkozat kitöltéséhez szüksége van egyébként az adataira, akkor a mobil alkalmazásban ez benne lesz, illetve a gépjárműnek is, a saját gépjárműjének az adatait ugyanígy megtalálja majd, ugyanúgy, mint egyébként mondjuk a forgalmi igazolvány, mert nem kell innentől kezdve elővenni, hanem azt szépen a mobiltelefonból én kiolvasom, és ki tudom kézzel írni, vagy másolni, elküldeni, nyilván attól függ, mi a célja ugye az állampolgárnak ezzel az adattal. Magyarországon nem volt még olyan mobil alkalmazás, amely az állampolgár és az állam közötti ügyintézést ilyen komplexen kezelte volna. A webes böngészővel már működött, de appon még nem, pedig már minden generáció egyre gyakrabban használja a mobilos alkalmazásokat. Ez hívta életre ezt az applikációt is. Adódik azonban a kérdés, mi történik, ha elhagyjuk vagy ellopják a telefonunkat. Maga az alkalmazás egyrészt olyan biztonsági védelmi rendszerekkel van felépítve, ami meggátolja azt, hogy bármi rossz indulatú ember betörhessen ugye magában a mobil alkalmazásba, és hozzáférhessen az adataithoz, illetve egyébként minden állampolgár le tudja tiltani magát a mobil alkalmazást, innentől kezdve, hogy a mobil alkalmazáshoz senki nem fog tudni hozzáférni. Tehát ha valaki elveszti a mobiltelefonját, ami rajta van ugye a digitális állampolgárság program, akkor a 1818-as hív vagy egy kormányablakba bemenve, ugye a személyes adatait megadja, és akkor mi a központilag le tudjuk tiltani ennek a mobil készüléknek, illetve ennek a mobil alkalmazásnak a futását, innentől kezdve nem tudja senki ugye rossz indulaton vissza felhasználni az adatokat. Az applikáció célja, hogy megkönnyítse az emberek életét. 2026-ra például odáig szeretnék fejleszteni, hogy jogosítványt és személyi igazolványt se kelljen maguknál tartaniuk az állampolgároknak. Ehhez még EU-s direktívára várnak, hiszen úgy szeretnék fejleszteni az appot, hogy azt az Európai Unióban is teljes értékűen elfogadják.
Nincs vérhiány, naponta 30 és 50 között alakul a donorok száma Szabolcs-Szatmár-Berekben. A Magyar Vöröskereszt vármegyei igazgatója ugyanakkor azt is elmondta, a nyaralások miatt az évnek ebben az időszakában nehezebb a véradások szervezése. Most már telefonos appon keresztül is könnyen lehet időpontot és helyszínt választani a véradáshoz. Ugyanezt természetesen a véradás.hu-n is megtehetik az önkéntesek. Szabolcs-Szatmár-Berek területén minden napra szerveznek véradásokat annak érdekében, hogy ne alakuljon ki vérhiány. Ahhoz, hogy ne legyen vérhiány, annak az egyik legfontosabb ismérve, amit tenni tudunk ennek érdekében, hogy folyamatosan gondoskodunk arról, hogy mindig megfelelő számú donor legyen egy-egy véradáson. Az, hogy mennyi donort tudunk megszólítani, az attól függ, hogy egy-egy településen vagy munkahelyen hány aktív véradónk van. Ennek megfelelően készítjük el a Magyar Vöröskereszt Szabolcsvár megyei szervezete és az Országos Vérellátó Szolgálat területi vérellátója. Közösen készítjük el ezt a donortoborzó tervet, hogy a vérmennyiségről, a kórházi ellátáshoz szükséges vérmennyiségről tudjunk gondoskodni. Tehát, hogyha van donor a véradásokon, akkor mi azon dolgozunk, hogy a vérhiány az ne tudjon kialakulni, úgyhogy bízom benne, hogy ez a nyár is úgy fog eltelni, hogy kritikus helyzet nem tud kialakulni, tehát a gyógyulni kényszerülők, illetve a műtétre várók, ami vérigényes műtét, ezek nem fognak elhalasztódni azért, mert nincsen vér az egészségügyi ellátórendszerben. A vármegyében naponta 30 és 50 között alakul a donorok száma. Éves szinten 16 ezer alkalommal adnak vért az önkéntesek, ez pedig becslések szerint 5-6 ezer aktív donort jelent a térségben. Annak ellenére, hogy vérhiányról nem beszélhetünk, a nyári időszakban nagyobb kihívást jelent a véradások szervezése. A nyár az azért egy rizikósabb időszaka a véradásoknak, mert az aktív véradóink is elmennek szabadságra, elutaznak, és nyilván a szabadságuk idején nem biztos, hogy ez a legfontosabb dolog az életükben, hogy a következő véradásra elmenjenek. Bár a tapasztalatunk az, hogy aki ezt nagyon komolyan veszik, és szerencsére nagyon sok olyan donor van, aki a véradást nagyon komolyan veszi, ők akár a szabadságuk idején is elmennek, és az ország más területén adnak vért, hiszen nekik letellik az 56 napjuk, tehát kötelességüknek érzik, hogy akkor ők menjenek, és teljesítsék ezt az önként vállalt kötelességüket. Véradó lehet minden 18 és 65 év közötti, aki egészségesnek érzi magát, testsúlya pedig meghaladja az 50 kg-ot, valamint rendelkezik a regisztrációhoz szükséges igazolványokkal. Két véradás között legalább 56 napnak kell eltelnie. Egyetlen véradás három betegnek is segítséget jelenthet. A levett vérből plazmakészítmény, vörösvérsejt és vérlemezke koncentrátum készül. A véradás a véradó egészségét is szolgálja, hiszen a kötelező tesztek elvégzése után nem csak a vércsoportját ismerheti meg az önkéntes, a szűrővizsgálat több súlyos betegség kimutatására is alkalmas. Idén már 36. alkalommal rendezik meg a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválját. Június 21-e és 29-e között Kisvárda az ország színházi fővárosa, ahol 26 előadás várja a nézőket. Az esemény díszvendége a Székely udvarhelyi Tomcsa Sándor Színház, amely idén ünnepli megalapításának 25. évfordulóját. Az ünnepélyes megnyitót szombaton tartották a művelődési központban. Újvidék, Szabadka, Csíkszereda, Kassa. Néhány a fesztiválon résztvevő színházak közül, amelyek évek óta visszatérő vendégei a rendezvénysorozatnak. Az előadások helyszíne a Refi színpad, a zsinagóga és a művelődési központ, amely a megnyitó ünnepségnek is otthont adott szombaton. A közönséget köszöntötte Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója, aki kiemelte, nagyszerű, hogy Kisvárdán már 36 éve létezik a fesztivál. Főhajtás a szervezők előtt, akik megint kiharcolták, megint végigjárták az utat, és itt van egy gyönyörű szép, ha megnézem az előadásokat, egy nagyon minőségi fesztivál fog kapni a kisvárdai közönség, és ez azért is csodálatos, mert a színházi fesztiválok minősége nem előrefelé, nem egyre izgalmasabb felhozatal felé mozdul, hanem pont fordítva higul.
Ilyen értelemben a Kisvárdai Fesztivál egy nagyon jó ellenpélda, egy igazolása annak, hogy lehet ez másként is komoly elvek mentén. Leleszi Tibor a várospolgármesterek köszöntőjében elmondta, Kisvárda már a fontos kulturális pont lett a Kárpát-medencében. A fesztivál igazgatója biztos benne, hogy a Kisvárdára érkező nézőknek a látott előadások végén gyakran lesz majd katarzisban részük. Ezelőtt 8 évvel vagy 10 évvel, amikor ez Magyar Színház a Kisvárdai Fesztiválja lett a név, akkor az volt a cél, hogy magyarországi előadások is szerepeljenek a versenyprogramban, és eddig mindig csak ilyen közös produkciók határon túl és magyarországi színházak közös produkciói szerepeltek, most sikerült 2-3 előadást beválogatnunk a versenyprogramba. A verseny előadásokat szakmai zsűri bírálja el, melynek tagjai Elek Tibor irodalomtörténész, Lőkös Ildikó dramaturg, Nagy Katica színművész, Pataki András rendező és Tapaszt Tóernő színész rendező. Lőkös Ildikó sokat hallott már a fesztiválról, de csak idén jött először Kisvárdára. Meg vagyok döbbenve, hogy micsoda gazdag kínálat, mennyi sokféle előadás van. Tényleg látom a válogatónak, Balog Tibor válogatónál is, hogy nagyon törekedett arra, hogy mindenfélét felmutassunk. Tehát nyilván a minőség is ilyenkor az egyik szempont, de amivel én nagyon egyetértek, hogy nem, mert az azért szubjektív, akármennyire próbálunk szakemberek lenni, meg szakmából beszélni, azért az egy szubjektív, hogy egy előadást hogy ítélünk meg. De az, hogy mindenhonnan mutassunk fel izgalmakat, érdekességeket, az nagyon fontos. A megnyitót követően a közönség Gogol háztűznéző című vígjátékát láthatta a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház és a Nemzeti Színház közös produkciójaként. Több mint 450 intézmény mintegy 3000 programmal várta a látogatókat késő éjszakáig országszerte és határon túl is a múzeumok éjszakáján. A programsorozat célja, hogy mindenki számára elérhetővé és vonzóvá tegye a magyar kultúrát. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is számos intézmény csatlakozott a rendezvényhez, a Kölcsey Televízió stábja a Kálai gyűjteményben és a Görög Katolikus Múzeumban járt. Felzúgott a rendőrségi drón, ezúttal azonban nem ellenőrzés céljából. Bemutatót tartott a rendőrség a múzeumok éjszakája alkalmából a Kálai gyűjteményben. Az intézmény 2012-től arra törekszik, hogy a gyerekeken keresztül a szülőket, nagyszülőket és a teljes családot múzeumba invitálják méghozzá rendszeresen. Ezt a célt szolgálta a múzeumok éjszakájához való csatlakozás is, amelynek idén központi témája a pénz volt. Mi általában a június hónapban időszaki kiállítást szervezünk minden évben, és ez a kiállítás, ami június 14-én nyílt a Kossuth Bankútól a Forintig, már alapját képezte annak, hogy akkor a múzeum éjszakája minden a pénzről szóljon, és innen jött az apropó. Ez majdnem hagyomány, mert tavaly előtt a Rodolfo kiállításunk szintén ott meg a varázslatról, illetve a mágiáról szólt, úgyhogy ez adta az apropóját annak, hogy itt minden a pénzről szóljon, ezért is válogattunk olyan programokat, produkciókat, amely a pénzzel kapcsolatos. Ebből a sorból első ránézésre kilógott egy keramikus jelenléte. Valójában azonban kapcsolódott a tematikához, hiszen Ambrus Attila korábban a Viszkis néven posta és bankrablásairól volt ismert. Bár 30 rablása során sokat látott és tapasztalt, még ő is tanult újat a nyíregyházi rendezvényen. Éppen itt szembesültem a múzeumban olyan páncélszekrényekkel, ami ugye a két világháború alatt készült, sőt korábban is ugye a kiegyezés után készítettek páncélszekrényeket, és ez egy külön műfaj volt, ugye ezt úgy hívták őket, hogy mackósok, és egy külön kasztot képviseltek, mert ugye ma már sajnos bankrabló sincs, meg páncél szekrényt sem tudnak kirabolni, mert ugye az a szakértelem kell, tehát ugye akárki, most már úgy viszik el a páncél szekrényt, hogy a jeepre rákötik és elhúzzák. Én nyilván nem értek hozzá, de érdeklődéssel figyeltem a régi mestereknek a munkáit, mert tényleg iszonyatosan sok munka van egy páncél szekrének az elkészítésében, meg annak a megfúrásában is. Rendhagyó tárlatvezetés is várta azokat, akiket érdekelt a forint előzménye egészen a Kossuth Bankúig. Amit itt látunk, tablót, illetve az alatta lévő vitrint, az 1947-es forint sorozatnak a címletei láthatóak. Kossuth címeres 10, 20, illetve 100 forintos. Ugye több látogató is feltette a jogosan a kérést, hogy hol van az 50 forintos Rákócival, de hát ugye azt kicsit később az 50-es években vezették be, és az csak Rákosi címerre először abban a formában jelent meg.
A Nyíregyházi Kállai gyűjtemény mellett Kisvárda, Máté Szalka, Tiszadob, Tiszavasvár és Vásárosnömény is várta a kikapcsolódni vágyókat, valamint idén először a Nyíregyházi Görög Katolikus Múzeum. Örök Isten, áld meg a növényeket, ami Urunk Jézus Krisztus a legszentebb háromság nevében, hogy távol tartsanak tőlünk minden gonosz lelket és ártó betegséget. Az egyházban hagyomány, hogy keresztelő Szent János születésének ünnepén gyógynövényeket szentelnek. Ezt kötötte össze a Nyíregyházi Görög Katolikus Múzeum a múzeumok készekájával, és helyezte a gyógynövényeket a középpontba. Ilyenkor a természet teljében van, a virágok, gyógynövények sokasságát lehet gyűjteni, és úgy gondoltuk, hogy keresztelő Szent János születése előnapján mi a gyógynövények tematikáját választjuk, úgyhogy most minden előadás, rendhagyó tárlatvezetés, kézműves foglalkozás, kis ügyeskedés, minden a gyógynövények és a virágok témája köré kapcsolódik. Itt az egyik legnépszerűbb program a levendula buzogány készítése volt, szinte alig volt üres szék az este során. Akik megszomjaztak gyújtákat, akik pedig megéheztek, azok kemencében sült gyógynövényes finomságokat kóstolhattak. A gyerekek két alkalommal vehettek részt zseblámpás műtárgykeresésben az állandó kiállítási térben, ahol játék közben tanultak is a szentekről. Oszlopa Szent Simeon, 6. századi szír szent volt, és milyen érdekes, hogy eltelt 1000 év, és Makosfatján, tehát 17. századból ezt a szentet választották a görögkatolikusok templomok védőszentjéül. Kedves nézőink, iradunk végére értünk, úgyhogy nézzük, hogy mivel foglalkoztunk ma. Jéggel, nagy mennyiségű csapadékkal, erősszéllel érkezett a vihar szombat este Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyébe. Bujon 5 ingatlan vált lakhatatlanná, 13 ember elhelyezéséről kellett átmenetileg gondoskodni. A hétvégi vihar miatt a katasztrófa védelemhez 40 településről összesen 325 segélyhívás érkezett. 20 hivatásos, 4 önkormányzati, 11 önkéntes egység és a mentőszervezetek összesen 122 fővel és 38 járművel vettek részt a kárfelszámolásokban. Elsősorban nagy mennyiségben összegyűlt csapadékról, fakidőlésekről és megrongálódott tetőszerkezetekről, sérült épületekről érkezett jelzés. A kárfelszámolás még hétfőn is tartott, több ingatlannál még szükséges volt a tűzoltói beavatkozás. Magyarországon nem volt még olyan mobil alkalmazás, amely az állampolgár és az állam közötti ügykezelés komplexen kezelte volna. Szeptembertől azonban a digitális állampolgárság program, vagyis a DAP applikáció első funkciói már használatba vehetők. Rendőri intézkedésnél is igazolható lesz a személyazonosság. A digitális erkölcsi bizonyítvány lesz Magyarország első digitális okmánya, amelyet egy gombnyomással igényelhetnek az állampolgárok. A magyar kultúrát vonzóvá és mindenki számára elérhetővé kell tenni, ezért indult el a Múzeumok Éjszakája programsorozat. Idén már 22. alkalommal hívták fel a figyelmet erre országszerte a különböző kulturális intézmények. A Kölcsei Televízió stábja a Kállai gyűjteményben és a Görögkatolikus Múzeumban járt, de országszerte több mint 450 intézmény várta az érdeklődőket, közel 3000 programmal. Június 24-én hétfőn a Kölcsei Televízió híradóját látták. Friss hírműsorra legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is ne feledjék, várja Önöket a weboldalunk. Most pedig időjárás jelentéssel folytatjuk. Viszontlátásra! Az ország északkeleti részén nagyrészt derült idő várható, az északi-északkeleti szél veszít erejéből, de még több helyen, főként az Alföldön lehetnek élénk széllökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 19 fok között várható. Kedden napközben sok napsütésre számíthatunk fátyol, illetve gomoly felhőkkel, szorványosan valószínű zápor, zivatar, többfelé megérinkül az északkeleti, keleti szél, a hőmérséklet a délutáni órákban 27-33 fok között alakul.